Sziasztok, Miki vagyok, és mit szólnátok egy kis kihíváshoz? Tudom, irányítottatok már városokat, vezetetek hősöket a mélybe, megmentettétek néhányszor a világot, de én most egy igazi kihívásról beszélek. Építettetek-e már vidámparkot? Bizony! A vidámparkban a showbiznisz és a szolgáltatási szektor adókapokjába fogtok belecsapni, ahol minél látványosabb attrakciókkal kell becsalogatnotok a teri pénztárcákkal rendelkező látogatókat saját parkjaitokba. Tegyétek a parkolótáblát a játéktér közepére, ide fognak majd megérkezni az elcsábítandó látogatók. A fordulójelzőt helyezzétek a fordulójelzősáv első mezőjére. Méretük alapján szétválogatva alkossatok húzópapírt az attrakció és szolgáltatás lapkákból. Ezeket tegyétek a parkolótábla mellé, majd fordítsatok fel 5 kicsi, 5 közepes és 3 nagy lapkát a paklikból. A 4 területbővítés táblát, a látogató figurákat és a pénzérméket helyezzétek egy mindenki által könnyen elérhető helyre. Keverjétek meg a buszlapkákat, és alkossatok belőlük egy húzópaklit. Húzatok fel egyel többet belőle, mint ahányan játszotok, és helyezzétek őket a parkolótábla jobb oldalára. A lapkák által megjelölt látogatókat helyezzétek a buszokra. Vegyetek magatokhoz egy pontozólapot, egy írószerszámot, egy játéktáblát, és egy játékos színeket reprezentáló vidámpark főbejáratot, amit helyezzetek is a táblátokon a kezdetleges kis út elé. Ragadja meg a belépő lapkát közületek az, aki utoljára volt vidámparkban, ő lesz a kezdőjátékos. A kezdőjátékostól indulva az óramutató járásával megegyező irányban vegyetek el 0, 1, 2 vagy 3 pénzt, így aki később jön, egy kis kompenzálásra tesz szert. Most, hogy készen áll a parkoló, a készlet és a játékos tér, kezdődhet a vidámparkozás. A játék 4 fordulóra van osztva, ezek pedig körökből épülnek fel. Minden forduló elején megkapjátok a fordulójelzősávon található bevételt. Ez az első fordulóban 15 pénz. Ezek után a kezdőjátékostól kezdve az óramutató járásának megfelelően egy akciót kell végrehajtanotok. Vásárolhatok egy lapkát, népszerűsíthetitek a vidámparkotokat, vagy passzolhattok. Ezzel az akcióval a piacról egy lapkát megvehettek. Fizessétek ki a lapkán található árat, majd amennyiben ez egy attrakció vagy szolgáltatás volt, töltsétek fel a megüresedett helyet a megfelelő méretű pakliból. A megvásárolt lapkát szinte kivétel nélkül a saját parkotokba kell helyezni, betartva a következő 3 igen egyszerű szabályt. A lapka teljes egészében maradjon a vidámpark területén belül. A lapkát bármilyen irányba elforgathatjátok, végül a lehelyezés során a lapkán található útvonalak közül legalább egynek kapcsolódnia kell egy már korábban lehelyezett lapka egyik útvonalával. Fontos továbbá, hogy egy már lerakott lapkát nem forgathattok el, nem mozgathattok át a játék alatt, így jól gondoljátok meg, hogy mit hova helyeztek. A megvehető lapkák lehetnek attrakciók, szolgáltatások, területbővítés, vagy akár egy új bejárat is. Az attrakciók vendégeket csalnak magukhoz, míg a szolgáltatások a velük közvetlenül úttal összekötött attrakcióknak nyújtanak bónuszokat. Területbővítéssel mindannyian az egész játék során maximum egyszer élhettek, ekkor azonban 6 érméért cserébe a parkotokat kibővíthetitek bármilyen irányba, egészen addig, amíg egyik bejáratot sem zárjátok el vele. Az egyik bejáratot? Bizony, a játék alatt a területbővítéshez hasonlóan maximum egyszer vehettek egy második bejáratot is, amit a parkotok tetszőleges szélére tehettek. Akcióként vehettek egy, a kis építménylapka hátlapjaként funkcionáló népszerűsítés lapkát is, aminek segítségével rögtön vendégekhez juthattok. A megvett népszerűsítés lapka ezután egyből visszakerül a pakli aljára. Ha már nem tudtok, vagy nem akartok többet tenni ebben a fordulóban, akár passzolhattok is. Passzolás után már nem hajthattok végre több akciót ebben a fordulóban, de elvehettek egyet a parkolóban található buszok közül a rajta lévő látogatókkal együtt. Amint mindenki passzolt, jöhet a forduló vége. A forduló vége 4 részből áll, ami után megkezdődik a következő forduló. A megszerzett buszlapkáról minden látogatót tegyetek a vidámparkjaitok bejáratához, majd dobjátok vissza a buszkártyákat a dobozba, ezekre többé már nem lesz szükség. Ezt követően helyezzetek el minél több látogatót a parkotokba, a színükkel megegyező helyekre. Lesznek különleges helyszínek is,
amelyekkel csak akkor tehettek látogatót, ha a helyszín által megjelölt szolgáltatás közvetlenül hozzá van csatolva az attrakcióhoz. A még ritkább színtelenek mezők viszont Jokernek számítanak, ide bármilyen látogatót elhelyezhettek. Miután minden látogatót elhelyeztetek, számoljatok össze, hogy mennyi pénzt sikerült kicsikarni a turista mancsok közül. Minden látogató egy érmennyi bevételt ad a dollárjellel jelölt helyeken kívül, mivel azok két érmét nyújtanak. Nézzétek meg, hogy így a bevétel után melyikötöknek lesz a legkevesebb pénze, ő lesz a következő forduló kezdőjátékosa, és adjátok oda neki a Vidán Park belépőt. Ez alól csak az előző játékos lehet a kivétel. Egy játékos sosem lehet egymás után kétszer kezdőjátékos. Döntetlen esetén az kezd, aki az óramutató járásával megegyező irányban közelebbül a kezdőjátékoshoz. Töltsétek fel a parkoló üres helyeit, hogy újra egyet több busz parkoljon, mint ahányan játszotok, és a buszokat töltsétek meg az izgatottan várakozó látogatókkal. Végül mozgassátok a fordulójelzőt egyen lejjebb, és kezdődhet is az új szezon. A negyedik forduló végeztével a játék véget ér, bár még le kell pontozni a parkjaitok népszerűségét. Ehhez nyújt segítséget a pontozólap. Fontos a változatosság. Minél többféle attrakció található a parkjaitokban, annál több pontot ér a Vidán Parkotok sokszínűsége. Persze a látogatókat sem érdemes elhanyagolni. Minden zöld és kék látogató egy pontot, míg a sárga és rózsaszín látogató két pontot ér, már amennyiben a parkotokban szórakoznak. Sajnos, ha kint elcsalódnak még a bejárat előtt, akkor ezek ugyanannyi mínuszpontot jelentenek neked. Érdemes kitérni a Vidán Park elrendezésére is, hiszen minden olyan útvonalért, amit egy másik lapka megszakít, mínusz két pont jár. Számoljatok össze a népszerűség pontokat, és a legtöbb ponttal rendelkező, vagyis legsikeresebb Vidán Park tulajdonosa nyerte a játékot. Ki ne álmodott volna arról, hogy egyszer saját Vidán Parkja lesz? Most itt a lehetőség, hogy építsetek izgalmas és minél sokszínűbb attrakciókat, hogy ti szolgáljátok ki a legnagyobb látogatói igényt, és tiétek legyen minden idők legnépszerűbb Vidán Parkja. Jó játékot kívánok!